Asszony, Rétvári államtitkár úr reflektál, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Egy dologban biztosak lehetünk az ön felszólásának az erejét figyelve, hogy óriási fogalmi zűrzavar van az ön fejében, tisztelt képviselőasszony. Ön számára a nemzetállam egyenlő az, hogy háború. Tehát ön szerint a békéért úgy kell küzdeni, hogy felszámoljuk a nemzetállamokat világszerte. Ez egy kiváló beszéd, ezt a Kominternek, vagy bármilyen nemzetközi kommunista szervezetnek az 50-es, 60-as, 70-es évekbeli konferenciáin is elmondhatta volna. Ez a kommunista internacionalizmus, amit ön itt most talpig vörösben előadott nekünk. Pontosan ez volt az, amivel a Varsói Szerződés idejében, a KGST időben, amivel a nemzetállamokat próbálták leépíteni, azt mondták, hogy a hazaszeretet, vagy a hit az üldözendő, és csak a kommunista internacionalizmus fontos, mert elsősorban kommunisták vagyunk, és nemzetköziek, és másodszorban van egy lakóhelyünk, hogy valaképpen Magyarországról érkezett, valaképpen Lengyelországból, más Bulgáriáról, de ez a közös kommunista eszme, ez az, ami mindenkit összetart. Hát nem gondoltuk volna, hogy pont október 23-a után egy nappal kapunk egy újabb ideológiai képzést, bár láttunk már csodát, hogy a világgyilkos eszmének, a marxizmusnak a megalkotójának most állítanak szobrot hónapokkal ezelőtt, és még Jean-Claude Juncker is elmegy oda tiszteletét tenni, azon is meglepődtünk, de hogy képviselőasszony is újra romantikázott egy kicsit a kommunista internacionalizmus ideológiai eszme körében, ez még inkább meglepő volt, az pedig visszautasítom, hogy ön az 56-os forradalmárokat lenacionalistázza, hogy bármilyen más negatív jelzővel idesse. Egy nagyon dicsőséges időszaka volt, ez pár napja volt a magyar történelemnek, és tisztelet és megbecsülés illeti azokat a bátor ifjakat és idősebbeket, akik Magyarországért akár a saját életüket is feláldozták volna. Az oktatás ügyére térve, ugye megoldás a magyar közoktatás problémájára, elég ambiciózusnak tűnt a címadás, hogy 5 perc alatt ön megoldja a magyar közoktatás minden problémáját. Elfelejtette a korábbi javaslataikat ismertetni, mint például a tandíj, a kistelepülési iskola bezárás, 381 településen tettek lakatot az iskoláknak az ajtajára, 15 ezer tanár elbocsátása, egy havi bér elvétele. Ezek voltak az önök korábbi javaslatai a magyar közoktatás problémáinak megoldására, amivel a problémákat nem oldották meg, viszont újabbakat és újabbakat létrehoztak. Aztán hallgattam az önök rendezvényén a felszólókat a tegnapi napon. Azt írták, azt mondták a tanárokról, ott álltak önök egy színpadon sokan egy ilyen vörös elmosódó felszóló sorban, hogy a tanároknak ma, ezt mondták önök által rendezett tegnapi rendezvényről szó. 177 ezer tanárról ma így, vagy 170 ezer tanárról önök tegnap így beszéltek. A tanároknak ma ugyanolyan hazugságot kell tanítaniuk, mint akkor. Önök azt mondták, hogy 170 ezer tanár az önökkel közösen rendezett rendezvényen, az hangzott el, hogy 170 ezer tanár minden nap hazudik a magyar iskolákban magyar diákoknak. Tisztelt képviselőasszony, ez azt jelenti, hogy önök háborúban állnak az összes tanárral is. Egyébként a tanárok nevében is nyilván kikérjük azt, hogy önök azt mondják 170 ezer magyar pedagógusra, hogy minden nap hazudnak a diákoknak, hazudnak a gyerekeknek. Hogy önök nem kedvelik a tanárokat, mert az elmúlt választásokon sem a tanárok, sem mások nem szavaztak olyan mértékben önökre, hogy kormányozni tudnának, hanem ellenzékbe kerültek, és többek között a tanárok sem szavaztak önökre. Ez lehet, hogy önöknek egy érthető gondolatmenet, de ettől függetlenül elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, hogy önök olyan rendezvényt szerveznek, társszervezőként, ahol az egyik felszóló 170 ezer magyar pedagógust egytől egyig lehazugoz. Tisztelt képviselőasszony, azzal szemben, amit önök mondanak és tesznek, mi emeltük 50%-kal a pedagógusoknak a bérét, éppen ezért 30%-kal nőtt a pedagógus pályára jelentkezőknek a száma. Ma Magyarországon kevesebb gyermek jut egy pedagógusra, mint az OECD átlaga. Az OECD átlagában egy pedagógusnak 13,6 gyermekkel kell foglalkozni, egy magyar pedagógusnak 10,4 diákkal. 68.520 pedagógus már a minősítési rendszerben minősítette magát pedagógus 2 kategóriába. Ez a 606 milliárd forintos
többlet, ami az oktatási költségvetésben van, ez még megfejelhető egy 125 milliárd forintos oktatási fejlesztési programmal. Mindemellett digitális eszközökből összesen 97 ezer került az iskolákba az elmúlt hónapokban és egy-két évben. Ingyenessé tettük 1-től 9. osztályig a tankönyveket. Korábbinál többet költünk, jóval 2,5-szer annyit az iskolai szociális gyermekétkeztetésre. A felsőfokú végzettségűeknek a száma 17-ről 20,5%-ra növekedett, és az egyetemre járó romáknak, cigányoknak az aránya is kétszeresére emelkedett. Köszönjük szépen, államtitkár úr!